Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Говорит Москва. Здравствуйте, моделист-конструктор. Hát ez csak így viccből mondta, majd az orosz tankokról és repülők színéről beszélek, mert már kezd elegem lenni. Itt van ez a vadonatúj Zvezda Su-2-es, amivel hát itt volt egy kis probléma itt belül, itt a két törzset elválasztó panel. Nehéz volt összerakni meg az a lövésztorony. Ezt 6 darabból kellett összerakni. Nagyjából. Meg a csillagokat kicserítem, olyan kicsi csillagodat hozzá, mint egy 72-es, vagy nem tudom. Bombatér is van hozzá. Na most a színekről, mert abból aztán már kezdjük a haskékkel, ugyebár. Zvezda és Hubró színeket ad meg. Zvezdát azt nem ismerem, nincsen. Umbro. 65-ös. Az a német elem 65-ös, persze. Német haské. Ekkora baromságot, de ezt máshol is észrevettem már. Na mindegy, azért mutatom. A... Ekkora megmutatok különbséget. Ez az Akan. A2 Galuboy, vagyis a ég színű festéke. Ez az egyetlen Akan festék, amit sikerült szereznem. Na, mutatom valahogy így, hogy mennyire látszik a két kék közötti óriási különbség. Na most a zöld szintén egy, az még ennél nagyobb hülyeséget nem is láttam. .116-os Umbro. Az egy amerikai zöld, amit a Vietnámban használt gépeken használtak. F-105-ös Phantom, meg Starfighter, meg stb. Na most... Hát a... orosz leírás, mint az M-Hobby egyik régebbi száma. Aki nem tudja, mi az M-Hobby, mutatom meg egyet. Ez egy tavaly sajnos egyet sikerül szerezni. Ez egy nagyon jó orosz újság. Ennek egy régebbi számában van az orosz gépek festése. És itt megadja az FS számokat is. Tehát, mivel ez a háború elején készült, tehát valószínűleg akkor még a A2 jelű színek voltak, az A2 Galuboy ég, és a A2 zeleni, a zöld. Tehát a A2 green angolul. Most az AMT színek, azok 42 nyarán jöttek be. Tehát vegyük azt, hogy ez egy korai. Hát a haskék az A2 Galuboy, ez pedig A2 Green, vagy pedig A2 Zeleni. Na most erre a Humroll megfelelője, legalábbis elég közelítő, a 226-os amerikai Interior Green, amit írja az FS számokat is. Tehát itt az orosz is írja az FS számot, és itt van a FS táblázat. Tehát itt van. 226-os, 34-151-es. És itt is ugyanaz, 34-151-es. Tehát ez egy sárgászöld, így írja. Temno zseltó zeleni, tehát sötét sárgászöld. Tehát mondjuk annyira ez nem sötét, de hogy zseltó zeleni, a sárgázöld, az jó.
na mindegy, azt nem értem itt, hogy sötét, mert annyira nem sötét, akkor a MTC-nek, arra majd később beszélünk, tehát a AMT-4-es, ennek is ugyanaz a FS száma, ez egy körülbelül egy árnyalati különbség lehet, tehát a A2 zöld és az A2 és az AMT-4 között mutatom nagyjából. Ez a A2 zöld, és ez pedig az AMT-4-es zöld. Ez egy Model S-Fit gyakegyes, majd hozzátérek mindjárt, hogy ott is milyen baromságokat írnak. Látszik egy kicsit a különbség. És volt még egy 4BO színű, 4BO festék, ami szintén ilyen sárgászöld. Ezek között árnyalati különbség van, de azt csak egy helyen olvastam, hogy a 4BO-t általában inkább a harckocsikhoz használták. Majd mutatok harckocsikat is. Az a lényeg, hogy össze-vissza tök baromságokat írnak. Ennél van még rosszabb is. Ez a Model Suite Jak1-esnek a rajza, amit mutattam az előbb. Itt Humbrolma adja meg szintén. Persze ugyanaz a német haskék, 65-ös. De az zöld még ennél is rosszabb. Humbrol 30-as. Az egy angol zöld a háborúban. A brit gépeken volt. A Hurricane, a Spitfire, a Lancaster bombázó, Halifax, stb. Na akkor a... mutatom a... ezt... átfújtam ezt a T-34-es, ez egy Tamiya, a régi T-34-ese, mert már nem tudom, legalább lassan már 20 éve, ha nem több. Ugyanis a modellfestékkel az a baj, hogy időnként besötétül már olyan évek után, 5 év múlva észre lehet venni, hogy egyre sötétedik. Tehát ez ugyan nem a 4BO, de van egy hasonló, az a helyzet, hogy nem sikerült azt megszerezni. Az Akán festékről majd mindjárt beszélek. Ezt a 150-essel fújtam le. Tehát két szín van, a 150-es Humbrol és a 226-os. A 150-es az a Matt Forest Green. És itt van egy másik, ez a Humbrol 159-ese. Ez elég tetszetős ez a szín, de nem vagyok benne biztos, hát a melyik az igazi. Tehát általában az orosz újságokban ez a sárgásabb van, de ez elég jól tetszik. De az a baj, hogy tehát a kamera is meg a monitor is torzít a színeken, tehát így hiába mondom, hogy mennyire jó. Az a lényeg, hogy a 159-es az keki green, tehát az egy kicsit barnás árnyalatú, de ez még elfogadható, tehát lehet ez is. És megmondom őszintén, nem is tudom szerintem, ez a szín jobban tetszik, a 159-es. Tehát aki ilyen sötét zöld, meg ilyen kékes zöld harckocsit csinált oroszba, az tök baromság. Láttam ilyet a tavaly a Jászberényben ott, és valami díjat is nyert. Egyszerű T-34-es per 85-ös, valami sötét zöld volt, nem tudom honnan szedte. Nem is volt bekoszolva, tehát legalább valami alapvető dolgok lennének itt ugyebár. Kis rozsda, kis sár, semmi. És ez kapott díjat, méghozzá elsőt vagy másodikat. Volt egy másik T-34-es, megint más színe volt, de nem ilyen, valami hibban zöld. Tök mindegy.
És akkor volt még egy egyszemélyes Ill-2-es 172-es állványon, és az is díjat kapott. Itt valami gyanús nekem, úgy, mint a fotballban szokott lenni, majd nem akarom kimondani. Az a lényeg, hogy tök hülye színeket használtak. És ezek kaptak díjat. Az én magyar stukámra nem adtak semmit. Még egy elismerő oklevelet sem. Na, akkor azt, ezt hagyjuk. És akkor itt van a... Nézzük a... Az évek során... Az évek során... Ez a 150-es is megsötétült. Tehát mondtam, nemrég fújtam át ez a T-34-es, ez pedig kb. 20 éve lefújt ez a gaz teherautó, ennyire sötétült. Akkor itt van a 200-ashoz adott Zvezda összeálltási rajz. Csak azt adja meg, hogy Zvezda festék, zasiteitnyi, az azt jelenti, hogy terep. Modellmaster Olive Drab. Hát az Modellmastert nem nagyon lehet kapni. Olive Drab az amerikai gépeken használt inkább, hogy már mutattam az előbb. A, vagyis a Mustang. Ez egy Olive Drab. Na most van egy másik is. A Miniáknak a tankja, a kis T-70-es. Itt is. Több szint ad meg Modellmastert. Tamiát, Humbrót és Levelt. Itt a Humbró a 155-ös. Ez az amerikai Olive Drab. Szín megnevezése Field Green. Hát az Olive Drab az nem Field Green. Na mindegy, szóval tök baromság ez is. Hát ezek után már nem tudom, mit kellene még kitalálni. És még végül is mutatom még ezt a régi ICM JAK 7B késői, ami nem olyan, nekem át kellett alakítani, mert az semminek nem volt jó. Itt látszik, hogy azért a, itt is mennyire sötét már a 150-es. Ehhez képest egész más a szín. Vagy pedig a... Mutatom a MiG 3-ashoz. Ez is már körülbelül 15 éve van lefújva. Hát akkor majd folytatjuk a AMT színekkel, a kétféle szürkével. Az AMT 11 és 12, valamint a homokszínnel, az AMT 1-jel, ami háromszínű orosz gépeken volt, tehát fekete, zöld és homokszín. Majd a második részben. Ezek azok a, azoknak csináltam ezt, akik valamennyire törekednek a színhelyességre, de mondjuk akár festéket nem nagyon tudnak szerezni, mert elég drágán adják. És ezek az AMT színek, ezek soha nem voltak nála. Ott szólnak, akkor most kíváncsi vagyok, hogy megint mi lesz. Sose voltak ezek. Mindenféle szín volt, csak az AMT színek nem. Illetve volt 6 darabos csomagolásban. Csak akkor meg kellett venned a feketét, a sárgát, meg a pirosat. És ezért fizeti 5500 forintot. Mert 900 forintért adja. Vagy 850-ért. Egy ilyen pici festéket az egyetlen AK-n festék, ami sikerül. Az eredeti ára 450 forint, tehát akkor adja úgymond 650-ért vagy 700-ért. Tehát... És van egy új cseh festék is, amit mondtam vadászmesternek, hogy hasonlítsa össze, de nem nagyon akar felébredni a Csipke Rózsika álmából, és a kettőt nem hasonlított össze, de a cseh festék se teljesen jó. Biztos, hogy nem egyezik az AK-nnal. Valamelyik színek biztos, a szürkékkel biztos, hogy baj lesz. Láttam kifújva egyébként, meg az orosz újságban is, hogy nagyjából.
mert azért a nyomdagrafika is valamelyik teljesen rossz, de valamelyik egész jó. Tehát attól, hogy mikor nyomták, ezt sem lehet tudni. És a leírásban ugye, hogy az orosz mit használt, hogy akan festéket, melyik, pontosan melyiket használta. Úgyhogy akkor most összefoglalva, tehát jó színek használjuk borosznál. 150-es, 159-es, azt mondjuk, és a 229-es, illetve a 226-os a interior gén amerikai, tehát még egyszer, mert össze-vissza beszélek, 150, 226 és lehet a 159-es, az, amit a kicsit barnás. És rossz színeket sorolom föl, tehát ami teljesen baromság. 30-as, tehát humrolba megadva. 30-as, 116-os, 163-as, és hát a 120-as is valamit írtak a régi ICM jaknál. Például 120-as tír. Az egy teljesen rossz. A későbbi rajzon már 150-es tír. Ez mind a jakoknak a rajza, az már elfogadható, hát azt ők is tudják. Hogy nagyjából ennyi, amit mondani akartam.